Intelliz azt kérdeztem, hogy megélve a mérkőzést, hogy hogyan értéked az egyet, milyen eredmények adod, mert szerintem a meccselőt azt mondod, hogy tudtok egy gólt, és nem tudtok Igen. Azt mondom, első fél év után azt mondom, hogy aláírtam volna az X-et. Második fél után már nem. Tehát azt, hogyha első fél évben berúgják az X-erüket, megérdemlik. Viszont a második fél évben nem nagyon tudtak az X-et kialakítani rajtunk, és az a sajnálatos, hogy egy ilyen öngóllal ugye X-eltünk. De én azt mondom, tehát amit elterveztünk, annak a kétharmadát sikerült megvalósítani, ugyanis gólt rúgtunk, nem kaptunk ki, viszont kaptunk egy gólt. Úgyhogy összességében azt mondom, hogy elégedettek lehetünk, és nyilván otthon meg kell tenni mindent azért, hogy tovább tudjunk jutni ebből a párhazból. Valószínűleg könnyebb lett volna, hogyha 1-0-nal tudunk menni, de hát itt a végén elég sok szabadrúgást tudtak a 16-osunk környékén, úgyhogy sajnos belehibáztunk. És az a fáj, hogy egy öngóllal sikerült kiegyenlíteni, mert a másik fél már nem nagyon volt benne az ellenfélben a gól. Mi hangzott el az öltözőben, mert a másik fél egy megváltozott pozitívan, megváltozott csapat jött ki? Hát első fél időben rengeteget hibáztunk. Tehát amikor megvolt a labda, nem voltak segítő emberek, akik a labdát segítették volna, ezért elég hamar eladtuk a labdát. Olyan megoldásokat választottunk első fél időben, mikor már megvolt a labda, akkor megint eladtuk, amikor nem volt kikényszerítve, és arra hívtuk a figyelmet a fél időben a játékosoknak, nyilván hibákat megmutattuk, hogy mik azok, amire figyelni kell, valamint arra hívtuk fel a játékosok figyelmét, hogy a megszerzett labdával bátrabban. Nem baj, ha hibázik, de legyen segítségére a labdásnak, kérje a labdát, tudjuk folytatni a játékot. Másik félidőben én úgy gondolom, ragyogóan megoldották ezt a srácok. Egy gyönyörű támadás végén Ibrahim a Siribe, ugye kapott egy nagyon jó labdát az Adamótól, és parálisan megoldotta a feladatát. És ezután sajnáltuk azt, hogy kaptunk egy ilyen öngólt az utolsó utáni percben. A legutóbb is ez a csapat egyébként úgy rúgott gólt a Várdának a 91-ben, a 93. percben. Úgyhogy, tehát erre készültünk igazából, de ott már rúgdosták befelé a kapu elő labdát. Ebben benne van az, hogy lecsorog a labda is, valakit eltalál, vagy... De eddig nem kellett volna eljutni. Hogy látod, mennyire fogta meg a csapatot ez a bajtalatos végén? Nem, egy kicsit zavarja a játékosokat, mert az az igazság, amiből a gólt kaptuk, és itt nem foglalkozunk a játékvezetéssel, de amiből a gólt kaptuk, az nem előzte meg szabálytalanság. Tehát itt a vége felé érdekes szituációk voltak. Visszavágon arra számítok, hogy nyilván otthon játszunk, offenzívebb játékot fogunk futballozni, és jó lenne az elején betalálni az ellenfél kapujába, mert akkor nyilván óriási. Még nagyobb szanszunk lenne arra, hogy tovább jussunk. De azt kaptuk a Borisovtól, Bata Borisovtól, amit vártunk, tehát azért tudnak futballozni, de nyilván hazai pályán játszottak most, tehát én úgy gondolom, hogy fogjuk fel ezt egy jó eredménynek, mert egy ilyen csapatnál, amelyik folyamatosan játszott a különböző nemzeti kupa küzdelmekbe, meg csoportokba, szerintem jó eredményt sikerült elérni. Tehát meg sem fordulok a fejtékben, de hogy nem. Mi egyébként csak tudunk 0-0-ra játszani. Tehát mi akarunk menni, dolgozni a pályán, akkor van lehetőségünk arra, de nem biztos, hogy nem fogunk 0-0-ra játszani. Abban benne van a veszély.